Járási iskolák csapatai mérték össze tudásukat az első világháborúhoz kapcsolódó témákban a Múzeumok Világnapján. A Városi Múzeum időszaki kiállításához kapcsolódó vetélkedőn sok érdekességet tudhattunk meg, azt, hogy a ma is használatos kifejezések közül például a komisz a korabeli katonai köznyelvben nem rosszalkodót, hanem kincstárit jelentett. A 14 csapat közül a verseny első helyezettje a gödöllői Damjanich János általános iskola csapata lett, akik Páncél Jánostól, a gödöllői járási tankerület igazgatójától vehették át az első díjat. A világnap alkalmából ingyenes tárlatvezetéssel várták a múzeumba érkezőket, és délután az Egy padlásszoba titkai, avagy Képek a világháborúból című gödöllői regényt olvasta fel Szajkó Ottília, Szőnyi Gergely, Nádori Gergely, Lencsés Barna és Fekete Sándor a királyi váróban.